Hello, szevasztok pupákok, mi újság van, zombi fejek? Jaj, basszus, de szokatlan ez a bázis! Nagyon sokat írtatok, köszönöm kommenteket, mindjárt ki fogunk térni rá. Egyébként, ja, mindig a lecseszés, képet mindig lecseszitek, de tényleg. Például, hogy, várjál, először megjavítok mindent, aztán utána majd elmondom nektek, hogy ebben a sorozatban valahogy, hogy mondjam ezt az egészet, valahogy jobban képbe vagyok. Lehet ezt így mondani? Várjátok, hány óra van? Kéne fát vágni, nem? 94 van, fan van. Ott van még egy... Mi oda nézzetek? Olyan mindegy ilyen csalutány patkány lenne. Na jó, megyünk fát vágni, komolyan mondom. Várjál, szomjas vagyok. Mi van itten? Nincs a piám. Azt tudom, hogy mi van, mert ugye elkezdtünk egy live sorozatot is, esetleg, hogyha akarod. Várjál, ezt föl kellene raknem a magamba. Na nem kell. Látok, mi a nélkül így szerintem. Jaj, már most elfelejtettem egyébként, hogy mi merre van, komolyan mondom. Figyelj, viszünk kávét. Egy-két kaját is azért be kellene habzsolni. Várj, hol az a édes anyja valagába van a... Ja, itt van, itt ugye? Jó van, aki tudom. Jól van. Csodálatos dolgok vannak. Figyeljetek, egy kötszert vagy valamit azért nem ártana vinnem, az meg humban, az középen, ugye? Jó. Akkor azért úgy nagyjából tudja a képen. Ja, ki fogom cserélni, éjjel jövök, mindjárt várjál, ha. El kell mennem ki, jó? Még csak 18 óra van, azt hittem, hogy később van. Ja, van törve kezem, mit lehet azzal csinálni, gyerekek? Várjál, már nézzed meg, mert egyébként... Olyan összeszedetlenül... mit csinálom? Minek nevezik azt a izét? Minek nevezik basszus azt a szart? Gyerekek! Idunő! Ezt tudom csinálni. Van duct tape-ük? Mi nincsen? Crowd fragmented nincsen? Hülye gyerek! Hogy rohadj meg! Kellene csinálni ilyet, elvileg ezzel be tudom magam kötni. Na! Hát ez megint egy csodálatosan kifinomult gameplaynek indul. Júj, valaki írta egyébként, várja, azt el kell mondanom. Hú, még itt vannak a izék, ugye? Egyéb szerves. Ha hova tűntek a izeim? Jaj! Nincsen bassz. Mi van? Tényleg? Nincsen klotom. De jó! Egyébként mindig az nincs, ami kellene. Mire használtam el? Menjél már le, bassz, hogy már vegyél. Ez annyira nem jó, hogy nem szögletes. Jó, valaki írta, hogy szerintem kezeltetned kellene a szimmetria mániádat. Az nagyon jó volt, tetszett. De mondjuk lehet, hogy igaza van a csávónak, nem? A szimmetria mániát azt lehet, hogy kezeltetnie kéne képőrtnek. Én egyébként nem tudom, miért van szimmetria mánia. Bírom. Mármint ilyen épületekben az tök jó. Hogyha szimmetrikus a dolog. Hú, gyerekek! Megy a izé, minden nap. Megy live-ba. Minek nem elég? Gyertek nézni, ha gondoljátok. Megy live-ba, 7 Days to Die, külön mentésen, teljesen más tematikájú bázis, teljesen más tematikájú gameplay, minden olyan jó lesz egyébként. Nagyon jó egyébként, imádom. Ilyen 3,5 órás live-okat szoktuk csinálni a srácokkal. Mármint egyelőre még single, de egyébként lehet majd jönni múlt hiba is. De, ja, nagyon jókat szoktunk beretni, nagyon tetszik. Kicsit ilyen retro style-ba toljuk, mármint ilyen sivatagot kerestünk. Meg, vágok egy csomó fát, jó, ne haragudjál itt, mert itt fönforgások vannak. Ja, ilyen retro style-ba, falbefúrós, nagyon érdekes bázis, más, tök más tematikájút, meg nem is olyan nagyon lefúrósat. De speciális. Ma például építkezés lesz este. Este 8-kor van live, hogyha gondoljátok. De egyébként lehet, hogy előre fogom hozni majd korábbra, hogy ne az legyen, hogy nagyon későig tart. Ja, tök jó. Ilyen retro sivatag feelinggel toljuk. Egyébként ültethetnék fákat lassan, azt akkor nem lenne ilyen problémám, nem? Meg egy-két klótot kéne ütni. Azt akkor meg tudnám csinálni ezt a... Na, megcsináljuk 31 perc, nagyon sok idővel mallod. Nem? Lehet, hogy be kéne mennem valahol azt a leverni a függönyöket, vagy valami csinálni, ugye? Mert ki fogok kapni, hogy itt törött kézzel vagyok. Egyébként azt hiszem, hogy csak a power attack degradálja.
Szóval így el tudok ütögetni. Ja, de egyébként, jó, Jenny-nél nincsen. Dög durva, hogy ez a Burnt Forest, ez fél. Feles. A felese a felese valamije. Vaj, ez lehet, hogy Claude. Ez jó, az Claude volt. Meg körülnézünk akkor már. Murky Water be is ugrotta a Kiefernek. Claude, 5 Claude hallod. Ennyire legyen szerencséd. Ez mi van? Claude. Meg is vagyunk. Meg is vagyunk, gyerekek. Hát egy ilyet craftol a Kiefer. Ezt földobja a kezire. Elvileg ez használna, ugye? És tök jó, hogy kezire dobta föl. Ó, de meg van körbe, bár csak 11 perc. És itt talán akkor nem is fog izelni, romlani a helyzet. Jaj, de jó, jaj, de boldog a Keeper! Nem haragudjatok, boldog vagyok, hogy itt nem vagyok! Egyébként Norvég tök jól megfogalmazta... Lehet, hogy azért is van... Ja, ez amikor itt játszom, ugye nem live-ba, ez sokkal koncentráltabb tudok lenni, mert ugye az a gond, hogy a live-ba folyamatosan azért cseten beszélgetünk, viszont aznak megvan egy teljesen más feelingje. Mi ott ugye folyamatosan beszélgetünk a cseten, és ilyen, néha eldurvulnak a helyzetek, már meg is haltam például, két napja van live, de már meghaltam, nem tudok annyira figyelni. Sokszor írnak olyat, hogy mit, menj vissza, ott felejtettél valamit, amiatt visszamegyek, hosszabb ideig tart a dolog. Meghaltam amiatt, mert csetolvasás van, konkrétan majdnem amiatt haltam meg, de jó, nem akarom rájuk fogni. Mert még a végén tényleg lecseszés lesz. Mumbarak így jó, vagy jó? Mondták így jó. Nem állszák így jó, azért nem találok el testvérem. Ja, igen, úgyhogy... Viszont ott a villanó botra, tudjátok, arra elektronyos botra mentünk rá, arra rakjuk a skill pontokat, teljesen bar skill treat használunk. Úgyhogy érdekes lesz az is. De viszont ennek meg van egy ilyen, nagyon ilyen, olyan feelingje, hogy ilyen nagyon elveszettnek érzed magad. ez is tök jó. Együnk bőven. Ja, kéne egy csomó, mondtátok, upgrade-eljen már fel a legalább belsejét, meg csináljam meg már a talajt, hogy ne legyen ilyen nagyon ordinári ronda. Viszont néhány jó ötletet mondtatok egyébként. Úgyhogy azt valószínűleg meg fogom valósítani. Ja, valaki írta, hogy az oszlopok, igen, hogy régóta néz, de az oszlopok nagyon kicsesztem magamban. Egyébként ez régen ezek a nagy oszlopok, ezek úgy voltak, hogy a zombi nem fért át rajt. És ugye rá tudsz ütni rajt. Azért jó az oszlop, mert rá tudsz ütni rajt. Mert ugye a rácson nem tudsz átütni, úgyhogy közelharci támadásra tudod a zombikat majd írtani. De amúgy meg ugye nem tudnád. Úgyhogy emiatt volt ez az ötletik dolog. Ja, most a zombi ordáig akkor bázis lesz. Bázis építés, ez nagyon kaki lesz a zombi orda, tehát így veszélyes. Olyan, mint hogyha a torony, nézd meg az enyém, én épületem tetején lenne, figyeld, ott. Lol, látod mire gondolok? Azt közben meg mögötte van. Mondom, mi van ott a tetején? Bíznek. Ó, már van 2000 darab, nagyon jó egyébként, fát az tök gyorsan. Meg hát igen, már majdnem 69-re kell pakolni, meg ilyenekre azt, akkor gyorsan gyűjtesz dolgokat. Hát itt aztán jó kipucoltabb mindent. Igen, néha például írtátok azt, vagy írták, hogy aztán pont Nigruskaja írta, hogy csinálhatnám azt, hogy az alsó szintre rakhatnék rácsot. És hogyha később lesznek turretjeim, akkor ugye rakhatnék azt, és akkor ugye tudnának lőni. Egyébként valami hasonlóba gondolkozok, csak nem. Ja, nem rács. Nem rácsot. Egyébként... Nem valami jó ez a bázis, én kezdem belátni. Mármint nem valami tökéletes. Viszont nem nagyon akarom elengedni a kezét. Elég sokat belefektettük, meg szerintem egy idő után azért ezt ki lehet hozni belőle a tutét. Igaz, hogy marhan sok alapanyag kell hozzá, meg minden. Hát ez egy ilyen jellegű projekt lesz, srácok. Ja, oda kéne meg majd egy izét is csinálnom. Egy valami csodát, egy ilyen, tudod mit? Mi nem emezik azt a dolgot, ami... Olyat.
Jó van? Garást. Lefele olyan gyorsan fut a karakter, tök jó. Meg ugye az is megoldás lenne, hogyha a beast-nek az oldala nem ilyen lenne. Nem ez a fajta 45 flokos blokk, hanem ugye sima kocka, mert akkor ugye úgy kéne rajtuk az apát, na, úgy kéne rajtuk ugye felugrálniuk, és ez retteltesen lassítja őket. Úgyhogy az is egy tök jó megoldás, csak hát ezt elcsesztem már egy kissé. De ugye tök jó lenne egyébként kicserélni. Mert ugye tudjátok a lépcsőzetes, akkor azt csinálják, hogy az így ugrálnak föl ilyen tök ilyen bambán, ilyen tök hülyén. Úgyhogy az egy tök jó megoldás, mert akkor ugye nagyon belassulnak. Úgyhogy az se lenne rossz. De végül is ez a rész, ez valószínűleg, hogy nem zombi várónak, vagy minek nevezik, nem zombi, hanem hordavárónak fog működni, hanem másnak. No. Kissé ásunk, jó? Kissé ás a kipőr most, utána megpakolja a ládákat. Jó, viszont azért elég biztonságos, mert mint ugye el tudsz itt elédelezni, elédegelni. Ezt itt nem cserítem ki az alját? Komolyan mondjátok? Halad, alatta? Egyébként hozzá van ködve a hátsóhoz, úgyhogy nem fog kiesni, ugye? Na kéne csinálni egy helyen a BBB building blokkot. Building blokkot. Szerintem mennyi egy ilyen... 300 darab. Ezt akkor jó világ, nem? Na, meg akkor föl kéne upgrade-ölgetni, de mondjuk ki kéne ásigálni. Ezt akkor majd okosba. Ja, itt elásogatok legalább, figyeljetek, lesz clay. Szomjasak vagyunk, kiszunk ilyen finomságot, olyan finomságot. Tök jó. Nincs itt semmi probléma. Egyébként érdekes, hogy tier 6-os a legerősebb fegyó. Nem? Vagyis a legerősebb item. Nem tudom, miért pont 6-os. Akkor lehet, hogy mondani 5-ös, elég hamar el lehet érni a 6-os szintet, nem? Egy bizonyos tárgyban. Viszonylag gyorsan. Mondjuk aztán vannak más problémák is a játékban. Nem pont csak ez, úgyhogy azzal is el tudsz vénkódni elég sokat. Más gondolaiddal. Igen, itt ezt ki kell cserélni ott is. Ja, úgyhogy, igen, ezt a... Megcsináljuk a belsejét gyorsan ennek a base-nek. Ha már egyszer itten nekiálltunk, tudod? Mondjuk lehet, hogy nem kéne teljesen leásni körbe, mert az egész... Figyelj, körbeásom az egészet, azt az egész bázis egyen lejjebb esik. Lol. Az úgy izgi lenne. Az ásás az egy kénylódás, na. Várjál, volt a vasásom, ugye? Csak aztán hol? Szerintem a fejőlekről raktam, nem? Igen, volt a vasásom. Ja, de semmi értelme nincs, arról beszéltünk pont ugye, hogy hiába használnék én vasásót, ha egyszer... Azzal is kettő blokk kiüt, kettő ütés ki... Nem, bazd meg. De. Az a baj, hogy ezzel is kettő ütés lesz, még ha átrakom bele a modot, akkor is szerintem. De megpróbáljuk, jó gyerekek, hogy... Modification. Ugye, hogy átraknám ebbe a modot... Akkor mekkora... Az a baj, hogy... Mi a... Ja, aha, látod? Így is kettőt üt. Így is kettő ütésbe kerül. Úgyhogy ez a gond vele. Ez a gond vele. Ez a rohadt nagy gond ezzel az ásással. Igazából teljesen mindegy, mert... Egy... Kettő... Ja, ez most ugyanúgy nem ugyanúgy ütött. Ugye ebbe bele kell rakni a modot, az csá... Ez nem jó. De akkor jó lesz értelme, hogyha egy ütésre tudunk egy blokkot ütni. Oké. Okay. Ja, a talp alapot kicseréljük, meg lehet, hogy felupgrade-elem az egészet legalább fára. Azt igazából annyira nem is kellene a belsejét jobban upgrade-elni, mert hát nem, ennek tényleg annyi értelme lesz ennek a base-nek, hogy egyébként lehet, hogy a külsejét meg kell volna csinálnom meg. Lehet, hogy kéne egy csomó fa, ezt csomó megcsinálni az árkot. Azt az árkot is tök megcsinálnám. Mondjuk nem kéne olyan mély árok, elég lenne szerintem egy 2-3 blokk mély. Ezt tök megcsinálnám, gyerekek.
És most komolyan megcsináljuk a pardót, szerintem megcsinálom a kint az árkot. Egy ilyen két blokk mély elég lenne, csak oda legyek, hogy telerakni tüskével, rengeteg tüskét. Csak hát ott... Ja, azt is azt akarnám, hogy akkor ki legyen valahogy betonozva vagy valami. Úgyhogy az valami nagyobb projekt lesz. Ja, hogyha majd lesz izénk, lesz valami jobbásunk, vagy augerünk, vagy akár micsoda, akkor majd megoldjuk. Ezt többen írtátok, hogy már cseréljem ki ezt a talajt, mert nagyon kén, hogy ilyen csúnyán néz ki. Jó. Itt is ki kellene, várja? Ja, hát az kellene itt. Lehet, hogy ezt kellene kiszednem. Nem szokott lekodja a szekrényvel, akkor megőrülök. Meg a ládákból át kéne pakolni. Konyhán elveszt... Ferike írta, hogy na, én a konyhán elvesztettem a fonalat, hogy te mit csinálsz. De egyébként ez szar is. Úgyhogy ez valószínű, hogy ugrani fog. De most mindegy, ezt megcsinálom. De szar, mert nincsen feliratozva. Úgyhogy ezek a konyhának nulla értelme van, gyerekek. Nulla. Komolyan. Ezt gyűlölem, ezt a konyhát. Mi értelme van, hogyha nem látod, hogy mi van benne? Most jegyezzél meg minden egyes dobozt. Úgyhogy megy a francba ez. Megy a levesbe, gyerekek. Semmi értelme. A földnek annak hány blokk? Gondolom ennek a földblokknak, ami gyárilag nem van, ez ilyen korlátlan tartó ereje van, nem? Srácok, na hát igazából akkor összeroskodna saját maga alatt. Mert ugye mondtátok, Nigroska írta, hogy minden egy blokknak más a statikai ilyen tartó értéke. Például azt hiszem, hogy ez ilyen blokkból csak 8-at tudsz egymásra pakolni. A building blokkból, és ugye így változik így folyamatosan. De gondolom a föld, ami így le van pakolva, annak így korlátlan. Az tök jó, akárhogy nem lehet olyat csinálni, vagy lehet csinálni. Képzeljétek el, korlátlan tartó elem ereje van. Nem te egymásra pakolás szempontjával? Mondjuk lehet, hogy az acélnak is, ott meg a betonnak is ilyen korlátlannak számító van, mármint egymásra pakolás szempontjából. Viszont izé, mi az? Áthidaló képessége az lehet, hogy ugye ezeknek már rosszabb. Ja, yeah. 21.49, mindjárt jönnek a zombik, biztos vagyok benne, de most legalább van létre, föl tudok menni. Ja, valaki írta, hogy inkább jó legyen, mint szép, de én szeretem a szép is. Egyébként tényleg a live sorozatban, ami megy, ott izé van, ott egész más tematikával dolgozunk. Ott ilyen egész más jellegű bázis. Ott ilyen bunkert csinálunk. Jó, alá nem dolgozok. Hát akkor pont azért gondoltam, hogy akkor igazából nem szakadhat le az ott. Jó az ott, gyerekek. Jó az ott. Szeretik a puják. Nagyon szuper. És most lett éjszaka. Így szaka lett, gyerekek. Itt viszont kiásom, mert itt a ládák alatt azért... Legyen neumális. Végig kérem bennem. Talán nem szakad le, ugye? Nehogy leszakadjon. Mondjuk aztán annyi baj legyen. Most már újabban ettől parázok állandó, hogy nehogy ne szakadjál le, ne szakadjál le. Ó, viszont mennyit kell ásni? Nem kell volna ekkora rohadt nagy bázist csinálnom, nem? Ez ilyen soha nem fogok ezzel végezni, basszus. Nagyon kíváncsi vagyok, ugye 24. nap jön. És a zombi horda téma lesz. Hogy ki fogja bírni a zombi hordát a 21. napisat. Viszont ha nem fogja kibírni, akkor rábasztunk. Ebből viszonyítani tudok már, hogy érdemes megépítenem a hordavárót. Mert ugye, hogyha nem nagyon, nagyon kokin bírja, akkor mindenképp hordaváró lesz már a 28. napon. Ezt meg kell csinálnunk. Ezt remélem nem szabad le. Konkrétan már a levegőbe fog állni így. De szokad összetörnek itt a ládák. Na mondjuk üresek. Ava párt faszát. Ja, itt az így jó lett. Az kell. Szeretik a puják. Valami madár nyugorög. Ennek az aljád viszont, itt ez fel a védelem.
És a padló is. Ja, a padlót mondjuk elkezdte a vizére, meg kűjre. De kár. Megmondom őszintén, maradhatott volna. Ilyen is. Fábú is maradhatott volna. Nem is mondhatok semmit a Zombieland feliratomra, komolyan mondom. Ez szomorú lett a Keeper, szomorú. Ja, itt hogy akkor kűjre majd föl upgrade-eljük. De lehet, hogy akkor csak ezt a belső részt, mármint az állásást, azt mi a francnak, nem? Hát nehogy már pont ott fog beásni a zombi a ládák alatt. Hát ilyen hanyagul csinálom most a dolgot, azt mondja, jó rácseszek, nem igaz? Gyerekek, valami, mit akartam átalakítani? Ja, szarul van a izém. Ezt ki kell cserélni, more. ez halál komolyabb, most lehet, hogy megrökögyöttök rajt, hogy az a két oszlop az nem jó helyen van, de nem jó helyen van az a két oszlop. És én tudom, hogy nem jó helyen van, és ez zavaró. A sok kipör ügyesen, jaj, de jó neki. Basz, a fasznak kellett ekkora bázist csinálnom, gyerekek. Nem tudom megérteni magam néha, hogy miért vagyok ilyen hülye. Ja, egyébként betont akartunk ugye csinálni, várja, itt azóta égnek a dolgok. Na várja, hogy kell a beton? Az konkrét, ugye? Csoncra te. Vazza, ja, ahhoz kell izé. Ahhoz kell konkrét mix. És ahhoz kell betonkeverő, akkor konkrét az nem lesz konkrétan most. Valaki ismeri a Johnny Goldot? Johnny Goldot ismeri valaki? Volt egy ilyen kis sorozat van a YouTube-on, Johnny Gold ilyen mini sorozat, nagyon vicces egyébként, magyar. És abban vannak zenéi, és annak ilyen zenék is. És egy ilyen csinált celebet, egy ilyen kigyúrt csinált celebet, egy olyan paródia az egész. És mondják neki, hogy mondja kemény dolgokat a klipbe, meg a zenébe, és akkor azt mondja, hogy beton, meg konkrét, egy konkrétan így komolyan vette, hogy ő kemény dolgokat kell mondani, a szóval szilárd és kemény dolgokat. Nem ám azt mondta volna, hogy mit tudom, motherfucker vagy valami, hogy úgy kemény dolgokat mondta, hanem ja, kemény dolgokat kell mondanom. Beton! Ferike nem nézte meg, múltkor rákantam venni, biztos nem nézte meg a Johnny Gold sorozatot. Lehet, hogy emlékeztek, volt egy ilyen botrány is, mert ugye, nem is tudom, a körúton járkált egy leopárdmintás gatyába. Egy ilyen boxer alsóba. És ugye gyakorlatilag az azért volt, hogy így promózzák ezt a sorozatot meg a zenéit. Aztán sokan meg félreértették, hogy mi az a kis a hülye, aki így járkál. Meg ugye nagyon sokan komolyan veszik, hogy mi az a zene, hát ez tök gagyi. Aztán igazából ez egy poén az egész. Mit tudom én, amikor énekli a angolul énekel, ugye vannak ilyen angol éneklik is, ami akkor úgy kb. Azokat parodizálja, amikor magyarok próbálnak így angolul énekelni, azzal a tipikus a magyaros angol kiejtéssel, hogy nem megy nekik, tudod? Mert ugye alapvetően például, nem tudom, angolban ugye az R-t azt nem, úgy, nem is úgy képzed, mint hangot, mint magyarban, hogy R, hanem ilyen furcsán, hogy mit tudom, hátrahajtott nyelvvel elvileg, vagy hogy tanítják, hogy R. Aztán azért nem lesz semmiképpen az ilyen ilyen casual angolos énekesek, azok nem nagyon tudnak magyarok érvényesülni külföldön, már ilyen tipikusan ilyen sterilen mondanak minden, meg olyan tipikus magyarosan. Na, de egyébként az meg, ő meg ugye túlzásba viszi, és úgy paralizálja, hogy a Sunday helyett Sunday! Meg ilyeneket. Meg a Notre Dame előtt, azt úgy mondja, hogy előtt, hogy before. Before Notre Dame. Ez kurva. Mármint úgy előtte, hogy ott áll előtte, azt így mondja, hogy ő ott a before Notre Dame mondja, igen. Nagyon jó. Úgyhogy jó egyébként, jó az a sorozat. El lehet rajta rögni, csak helyén kell kezelni, mert csomóan így nézték, és én néztem a kommenteket, hogy
írják, hogy de hülye ez a csávó, meg hogy tök nem jól énekel, meg hogy miért ilyen hülye. Hát bazze, azért, na, norvég izé, verjet ki a Seven Days to Die-t. Hát azért, mert szándékos, paródia. Sokan nem nagyon ismerik az iróniának, meg a szarkazmusnak a fogalmát, hogy mi a töke az. Na, zombi bombi, gyere ide! Hát a baj ezzel, hogy itt lebucskázik. Úgyhogy ez jó, valamilyen szinten meg nem, meg mindig odaverek az oszlop meg. Hú, ezzel van, lesznek bajok. Szétverem majd a saját oszlopom a gyerekek szerintem. Na, menjünk lefele. Hú, tiszta rendesen parázok, hogy leesek. Na, igen. Hol tartottunk? Ásással, mi? Ja, meg itt közben pakolgattuk szerintem a cuccokat, hát tele vagyok minden lószarral. Közben meggyógyult a törötkezem, nagyon epiken, jók vagyunk. Ja, ezért ezt elengedem most. A betont azt muszáj elengednem, ezért ezt meg elengedem a... Még csapdák azok tök jót jelentenének ám. A csapdák azok nem lennének rosszak. Úgyhogy vágnék egy kozolfát, de a kozolfa az tényleg annyit, hogy a világ összes fáját kivágnám. Csak az a baj, hogyha csapdába halnak meg, akkor meg nem kapok belőle XP-t. Úgyhogy ez ilyen örök dilemma lesz. Várjátok, van megint két skill pontom. Annyi skill pontom van, mint a sár. Ez meg már szét van maxolva, ugye? Maxolva. Gyerekek, várjátok, ezért nem tudnék craftolni. Fém. Hú, ezért ez fém hammert. Ugye nem ennek? Hummer, hülye gyerek. Van steel is, ne basszál ki velem. Az nagyon kemény. Na, a fémet azt tudnám craftolni. Úgyhogy ezt nem akartam én már megcsinálni, csak elfelejtettem. Mennyi 75 vas köbele? Hát, jaj, de jó. Azért nem erős egy kicsit a 75 vas? Most nem azért. Mondjuk azt hiszem, hogy tudok csinálni. Akkor már nem álltam neki állítani a gép sárkányt. Kell bőven bazza. Nincsen még vasam. Mi van itt? Várjál. Kőfém. Nincsen több. Acél van. Jó van, mindegy. Akkor majd kellene vasat bányásznom, vagy valamit csinálnom. És ezt meg kéne csinálnom, mert hányas szintűt tudok egyáltalán? 4-eset. De ez biztos oda válj. Nem? Gyerekek. Annyi, hogy javítókészlet. Szerintem a sikítos volt. Sikítos? Mindig a sikítosok jönnek. Hú, vagy more! Gyere ide! Azért ez kilomi rendesen, hallod? Csak az a baj, hogy ez most így jó rácsöszek, mert addig megjönnek. És mi? Meg is halt? Nem jön vissza, figyelj! Bemérgett! Ja, most meg jön egy csomó. Jó pofán köverni őket. Bazza, sikítosok, rendőrök, minden is jön, hallod? Mi a fasz? Azt a betya, mi ez a mini... Mi a fasz? Gyerekek, mi van itten? Ezek egymást döntik le. Meg elfogom az, a rendőr ottan ide bucskázik. Egyébként nem annyira rossz szám ez. Hát van, jó. Jó, azért állok ide, mert a rendőr itten rendetlenkedik. Level up. Ez jó bevertem. Bász az oszlop mögé. Akkor ilyen idővel van. Többet ütöm ezt a baloldali oszlopot, mint a rendőr zombit szerintem. Meghalt már? Meghaltak. Hallod? Egyébként nem annyira rossz, mint amennyire látszik. Csak az a baj, mindig beletrafálok. De érdekes, hogy a célkereszt az full nem is ott van, de azért odavernek, érted, annak a szarnak. Jó.
Kicsi izgalom megtörtént. Úristen, 5000 darab kléjem van, gyerekek. A szeme állja meg a keepernek. Ilyet kéne csinálni. Ugye? Cobblestone rockot! Egyébként majdnem, hogy az összeset egyébként Cobblestone rocknak csinálhatom. Küljem nincsen most meg ma. Ugye az kell, Cobblestone rock kell majd rengeteg. Nem olyan rossz az, kicsit fel kell upgrade-elni. Kár, hogy nincs olyan, nem tudom, hogy mutatja azt a... Mi az? Blokknak a durabilitét amúgy is, az tök jó lenne, hogy, így, hogy mutatná folyamatosan, hogy mennyire van leamortizálva, nem csak akkor, amikor javítod. Mert akkor ugye tudnád, hogy mégis mennyi van visszabeve. Tudom, a repedések rajt vannak, de ez nekem nagyon gyenge. Figyelj, kaptunk... ebből hogy a pöcsönbe kapunk mi? Gyöppöt. Nézd oda, kapja a gyöppöt. És még így fröccsenik is. Néha, hogy így kapott gyöppet belőle. Megint kapott gyöppet belőle. Füllyed, na. Mondom, ki, elmondom szépen is a gyöppet. Füllyed, na. Füllyed, na. Fuck yeah. Lehet, hogy nem sokára telefonom lesz, de nem akartam elhalasztani a gameplayt, fölvételt, úgyhogy lehet, hogy majd meghallgatjátok, hogy hogyan beszélek a hölgyeménye. És tényleg, ez most nem vicc. Bármennyire is rögök rajt. Jó, hogy rögök rajt, ez nem vicc, mi? Ugye nehéz, nehéz. Nehéz, nem hülyének nézni a képet. Na! Azért csak megcsináltok egy dolgot, figyeljetek, ezt fölveszik. Ne. Jó, valaki írta, hogy cobblestone, vagy nem cobblestone hülye, vagy keeper, hanem... Ó, bazz, jobb gomb. Hogy is hívják, milyen... Landcrémet rakjak le. Raktam le, csak el van ásva. El van ásva, azért nem látszik. De egyébként kösz, hogy szóltál. De elásta a képer, aztat már. Na már. Adj a fölakom, látod? Van ágyik. Onnan leesek, beveri a fejét a csávó. Jó, akkor végig kéne hinteni ízével. Ezzel. Ezt fel kéne upgrade-elnünk. Legalább. Akkor erre a kűjre. Cobblestone-ra. Egyébként szerintem túlélő játékokba ez viszi most a trímet. Várjunk egy összetettségbe. Jó, grafikában nyilván van a Forest új része, az a Son. Az a Forest új része, az jó, tök jó rész ki. Csak hát ugye nyilván könnyű úgy jól kinézni, hogyha nem lehet a például hogy a tereptárgyakat szétütni, nem lehet mondjuk ásni, meg nem lehet bármit gyakorlatilag egy négyzetméteres részletességgel átalakítani akar az egész világot. Úgy könnyű jónak néz kinézni, hogyha viszonylag statikus ugye a terület. Jó, így már egyre barátibban nézünk ki, ugye? Ja, egyébként próbálom így emlékezni a nevekre, csak egy-kettő Norvégét már nagyon megjegyeztem. Meg már Nigruskajáért megjegyeztem, mert az meg ilyen... Egyszer éhes vagyok tőle, mert kaja. Nigruskaja. Érted? A Nigruskaja szerintem a Niger folyó ból halászott ételből kész... Vagy igen. Niger folyóból halászott halból készült étel. Az a Nigruskaja. Na, azt akartam mondani, hogy ő mondta, hogy több szintesre jó lenne megcsinálnom az egészet. Mert az se egy rossz megoldás. Csak nem akarok már annyit építkezni, mert így is megbalondultak szerintem tőlem. Nézzük, hogy van itt a vas téma.
Klévas. Ja, iron nincsen. Ó, akkor... akkor ez így marad egyelőre. Kellene ízét csinálnom. Kellene vasat bányásznom, azt is kellene. El is baj, gyerekek. Viszont ott hülye voltam, mert... mindegy. Az alatt a forge alatt nincsen felhúzva kőre. Oh. Gyerekek, megint szintlépés jön, mindjárt figyeljétek meg. Ez iszonyat sok XP-t ad. Lehetne ilyen mintás is, tudod? Egy nagy betű vagy bármi, vagy akármilyen minda, ilyen mozaik-szerűen megcsinálni. Ezeket a konyhapultot, azt megverhetem szét a francba. Annak megint, hajra nem örülök. A gyerekek, komolyan mondom. Ilyen hajnali 4. Lehet, hogy ez a videó egy ilyen kicsit hosszabb lesz. Csak azért, hogy el kéne jutni úgy nagyjából a 10 óra magassága környékére. A zombi horda ügyileg. Egyébként az XP igény az szintenként nő. Exponenciálisan? Valószínű, ugye? Jó, mondtátok, nem is tudom mennyi, 200 vagy 300 szín van a játékban? Ezt már elég nehéz elérni. Meg akkor rengeteg a zombi, meg minden van akkor már. Jó lenne egyébként egy ilyen nagyon hosszú... folyamat... végére érni. Úgyhogy nem is lehet kijátszani teljesen a játékot, de azért elérni, mit tudom én, legalább egy... nem tudom, pár száz napig. Megnézni, hogy ott milyen nehézség van már. Ott már azért nyilván fel kell fegyverkezni, gondolom. Legjobb armor, meg mindenféle modifikáció. Mert különben hamar... jó, gyerekek, mekkora ez az... izé... lehet, hogy csak fából fogom felupgrade-elni, komolyan mondom. De elején akkor egyébként elég jó ötlet építkezni, mert nagyon sok XP-t kapsz. Talán többet, mint a... ja, ott a land claim blokkom, látod? Ott a föld alatt. Abból gondolom csak egy lehet aktív mindig. Nyilván. Ugye abból csak egy lehet aktív játékosonként. Mert különben akkor elég érdekes lenne, hogy leraksz akármennyit, aztán ott nem lenne zombi. Egy egész város le tudná így fedni. Na jó, hogy van ez a kalapács, nem négyszer kell ütni. Komolyabb adom. Ez azért lehet, hogy nem a legvidámabb dolog, mi? Ezt nézni, hogy ütöm a padlót. Úgyhogy azért so sorry. Úgyhogy nézzetek Johnny Goldot, ha van kedvetek. Most izét néztem. Tegnap este. Basszus, tegnap este, komolyan mondom. Véget lett a live-nak. A tegnap este az... ja, az tegnap volt, mert ugye már fel is töltöm ezt ma. Tehát szombat este, nem is tudom, Damon Hill mondta, hogy előjött a Sliders-szel kapcsolatban a téma. Azt hiszem Damon Hill, meg Viola Bence is talán beszéltünk róla a live-ba. És megnéztem még a legelső részét a Sliders-nek, még amikor vége lett a live-nak, elmentem kutyát sétáltatni, csináltam vacsorát, és ugye hajnali kettőkor még nekiálltam egy Sliders résztek a legelsőnek. És ráadásul a legelső Sliders rész az ilyen, azt hiszem ilyen másfél óra, vagy egy óra 20 perces. Nem tudom, emlékeztek-e a Sliders-re? Sokan biztos igen, aki annyira nem vannak, mondom, hogy ilyen párhuzamos univerzumokba ugrottak. Queen Mallory, a véd, védve lesz, talán véd a csaj. A síró ember, aki... fú, mi volt a neve a négernek? Valamilyen Brown. Valamilyen Brown. Brown. Valamilyen Brown.
Nem tudom, hogy milyen Brown, meg a... Van, milyen professzor? Az a szakállas. Na, az tök érdekes, hogy így, ugye olyan világokba ugranak, amik gyakorlatilag a Földre, csak ugye alternatív valóság. Elfogyott a fám. Azért az kemény, nem? Hallod, volt nagyon sok ezer fám. Az úgy kellemetlen. Jó, hát akkor megyünk kizére, megyünk kőre, az van bőven. Egyébként erre epazorolni a legnagyobb hülyeség. Itt a padló, hát ez annyira nem számít, hogy milyen. Nem? Erre epazorolni az alapanyagokat. Jó, hát megy az XP. Na és akkor a párhuzamos világokba ugrottak, átcsúsztak egy ilyen féreg lyukon át, tehát ugye ugyanaz volt az idő, tehát mondjuk 2020, mint hogyha most csúsznák a 2024, csak ugye máshogy alakult a történelem, vagy van olyan világ, ahol például meg se jelent az ember, mert nyilván tudom, nem úgy alakult az evolúció, vagy vannak olyan világok, ahol mivel ugye végtelen számú van, minden egyes döntés vagy cselekedet ugye eredményez már kapásból minimum 2 darab világot, amikor történik mondjuk egy olyan, hogy Hitler mondjuk meghal, amikor meg akarták gyilkolni, az már ugye 2 darab kettő univerzumot már is ugye okoz. Tehát minden döntés az ketté ágasztatja ugye a történelem szálát, tehát ugye kapásból 2 univerzum. Tehát így végtelen univerzum lesz, és a Slidersbe ezekbe csúsztak. Valahol ugye mondjuk az volt, az első részben érdekes volt, mert a szovjetek, vagyis a kommunizmus uralkodott el Amerikába, és egy olyan alternatív világba csúsztak be. Ja, de az egy ilyen hosszabb rész volt. Na, lehet, hogy nézem tovább, egyébként érdekes. Szeretem. Hú, de ez az upgrade-elés. Gyerekek, hát a szemem kifolyik ettől, komolyan mondom. Hallod, én ezt nem csinálom tovább. Ez rettenetesen sokáig tart. Mit kéne? Inkább kéne csinálnunk egy olyan kalapácsot, tudod. Egy olyan 4-es hammert, rá kéne mennünk inkább a vasra. Jó, még 4 óráig csinálom, de egyébként brutálisan sok idő ez. Brutálisan sok alapanyag a semmiért. Oké, hogy egyszer megcsináljuk, akkor már így mondhatjuk, hogy túl vagyunk rajt. De hát ez amennyi alapanyag, ilyen sok ezer. Meg hát pont lehet, hogy nem ez lenne az elsődleges. Nem ennek kéne lenni a prioritásnak, hanem inkább mondjuk az oldalának, a bunkernek. Még az is van, ahol fa. Subidubi! Na. Egyébként így aláírom, jobban néz ki, hogy már. Sík legalább a padló. Pont nem lesz elég. De! Pont elég nullára kifutottunk, hát nem hiszem el. Jó, hát ezt már megcsinálom, legyen meg. Jó, 4 óra, rá kell menni vasra. Meg kell csinálni duct tape-et. Duct tales-t. És akkor meg tudjuk csinálni ezt a hammert, azzal valószínűleg egy kicsit effektívebbek leszünk. Az is mindjárt el fog fogyni egyébként. Cobblestone-om is. De mondjuk én annyit ások, hogy lesz bőven belőle. Nagyon ízében live-ba egy olyan bázist akarok kiépíteni. A tegnapi live óta sokat gondolkoztam rajt. Valószínűleg úgy lesz, hogy elég meredek az a sziklafal. Fel kéne ásni olyan magasra, hogy kb. A közepén legyünk.
egy ilyen sziklafalba, egy üveg, nagy üvegfalú bázis kellene, és hogyha elég meredek az a sziklafal, a gyerekek, mennyi az annyi? Ízénk nincsen kövünk, de lehet, hogy egyébként van elragva. Fú, bázzak. Nincsen. Úristen, gyerekek. Úristen. Hát ez már olyan durva, amit itt művelünk. Na jó, tele kéne szobálni magunkat, és el kéne menni akkor izajani. Egy kis felfedező útra. Valamit azért csináljunk is már, ne csak itt tökörészünk. 21. nap, jaj, de jó, örülök neki. Na, várjál már. Annyi, hogy ugye itt ebből van 34, meg ami kell, azt akkor vigyük magunkkal. Fa dolgok. Tudom, kicsit ki akarok pakolni, mert azért ne 2000 darab cucca rohangáljunk. Van itt fém dolgok. Ja, volt nálunk 17 darab fém. 50 darab van, és azt jegyezzük meg, hogy akkor 75 kell, tehát 25-et még be kéne valamit szerezni. Szeg. A kör dolgokhoz még megy. A kör dolgokhoz még menjen ez, meg ez, meg ez. Meg ez. A fém dolgokhoz menjen ez. Az egyéb szerveshez menjen ez, meg ez. Ezt hagyjuk magunknál? Hagyjuk. Egyéb szerves, egyéb szerves. Egyéb szerves. A kajap alapanyag, amit rühellek, azt tudom, hogy van elrendezve itt. Ezeket is át kéne pakolni, de rengeteg idő, úgyhogy azért egy kicsit itt most engedjük el ezt a dolgot. Olyan alapanyag. Ja, itt is külön növény meg minden, de nem, most nem tökörészek vele, mert... Nem tökörészek vele. Hát itt mindenképp át kell mindent forgatni, gyerekek. Ez egy rémálom, amit itt létrehoztam. Ez szerintem ez ilyen... Inkább negatív az egész, mint haszna lenne. Az éjjel látom, de az maradjon, jó van, elfér. Oké, megyünk ki innen a francba. Kell szereznünk nekünk fémet. A bőr az biztos, hogy van, meg 25 darab vasat, hogy ki tudjak olvasztani. Hogy éjszaka már a szuper hammeremmel legyek. Szomjasan vagyunk, még jó, hogy hoztam italt. Higgyunk is meg mindent is. Esik az eső valószínűleg, mert ázunk. Érdekes egyébként, hogy itt is az Nitud a karakter. Jó, kő is kellene, rengeteg minden kellene. De hát most egyelőre nincsen mindenre idő. Valami prioritás kellene. Ja. Jó, itt a vas például kapásból. És ez valahogy úgy van egyébként, hogy a föld alatt ott folytatódik, ugye? Van egy ilyen feature. A franc egyeben, hogy még mindig nem találtam izeiket, gyerekek. Csavarkulcsot. Annak tök örülnék. Most reméltem, hogy nem lesz benne csavarkulcs, mert azt voltátok, hogy csitelek. Hogy csavarkulcsot találok. Egyébként a kocsikat neki állja szélve elő? Nem robbannak? Volt egy olyan verzió, ahol robbantak. Na meg erre is rászoktattok, hogy... Nem van felrobbanik, bazza. Volt olyan verzió, hogy felrobbantak a kocsik, komolyan. Nem robbannak föl? Hallod itt tenni, de fölröpített letőre, ütem mind a hülye. Ja, meg most ezt vettem észre, hogy nem úgy romlanak ezek a járművek le, hogy, ugye mondom, ahogy régen, hogy egyre kisebb, vagy egyre jobban leamortizálódnak, hát viszont így elfogynak. Tehát így nem lesz belőlük egy rosszabb verzió. De, lesz belőlük egy rosszabb verzió. Akkor eddig még nem ütöttem ki olyat. Megnézzük valamit. Ez mi az? Ignot? Nem. Okay. 12 kell egy darabhoz. Az jó. Oké. Okay. Jó. Oké, figyeljetek, egy kicsit ilyen gyűjtögetünk.
Postaládákat nézegetünk. Mi a fasz, bazze? A tőkövet kicsiplészte a jézeszeges drót. Na, hol van gyerek? Jaj, az a csaj. Ezt rendesen sajnálom, gyerekek. Meg ez nem is annyira van lerohadva, az durva. Te azt vágjátok, hogy félre van csúszva a bugyia? Most ez halál komolyan, majd nézzétek meg. Nem, jó, nem. De egyébként tényleg olyan. Kifele erre a csajra rá van izgulva. Csinos, nagyon csinos, tetszik. Tetszik nekem. Ez egy kanya meg itten, ezért rúgja a port nekem. Hátam mögött. Lehet, hogy benézzünk egyet Jennyhez. Aztán megnézzük. De viszont lehet, hogy fölvéve van egy küldetésünk. Nincsen fölvéve. A rossz sem tudja, bazza. Jó, néhány vasunk lett, akkor ebből azért ki fog jönni egy 40 darab körül. Azzal azért elboldogulunk. Mindenképp meg kell csinálni estére azt a hammert. Meg fel kéne upgrade-elni egyébként a dolgokat, csak nincs egy darab kövünk se. És azon meg konkrétan rá fogunk cseszni, hogyha nincs. Mert közben sem fogok tudni felupgrade-elni semmit. Hey, Jenny, jó belezárkóztál, he? Milyen helyzet van veled? Oh my god, I haven't seen you for a while. Oh my god. What can I get you today? Mi van? Mi az, hogy nincsen munka, hallod? Ez mi? Ja, várja. Van olyan munka, csak éppen ugye kicserélte be izét. A trekkelést ugye arra, ami ott. Vajon nincs ironja? Mennyi pénzünk van? Azt akkor igazából az jó lesz másra is. Fie, bozza, de hülye vagyok. Ah, van neki. És tök ilyen olcsó ez? Ezt nem is gondoltam volna. Jó, ez jó lesz azért nekünk majd. Figyelj, akkor a trekkelést lehet ki is kéne kapcsolom, mondjuk... Meg ez se drága. Jó. Vegyünk egy hármat. És akkor ez is megvan, nem kell készítgetnem, jó? Mi ez Iron Door? Tudok így csinálni ilyet? Ez nagyon jó. Volt egy nem fogadott hívásom. Tudok már fém ajtót csinálni. És ahhoz nem kell semmi. Az nagyon jó. Úgyhogy Iron, az jó dolog. Basszus, közben meg telefonálnom kell. Nem gond, hogy a telefonálok egyet? Ezt meghallgatjátok, hogy mi a szituáció itt. Kutyakozmetikust hívok. Igen, halló. Halló, elnézést, nem vettem észre, hogy hívott. Igen. Ja, semmi baj. Ha beszélem, azt jó. Jó, van, semmi gond. Akkor hetedike aztán, addig meg akkor, nem tudom, akkor felhív addig? Jó van, addig akkor majd nekem mindegy, igazából annyi, hogy hétköznap olyan 3 óra után jó csak. Akkor bármikor, igen. Aha, jó. Jó. Jobbulást, köszönöm. Viszont. Na, egy kicsit ilyen izé volt, ilyen negyedik fal ledöntés volt. Azt tudjátok, színházban azt jelenti, amikor így a konkrétan, meg a film moziba is. Ugye a színész ez kikacsin, meg egy kicsit ilyen real dolgokba viszi bele az embereket. Hát most az történt, hogy a Sanyihoz jött volna kutyakozmetikus, erre meg basszus volt, megbetegedett. Ma kellett volna jönnie. Úgyhogy még egy darabig nem fog jönni hozzá. Na, mit akartam most, gyerekek? Ja, ezt a rohadt trekkelést átállítani a questre, mert ez így nem lesz jó. Aha, oké. Okay. Oké, meg akkor pont merre van, pont arra van, a biciklimet össze kéne közbe szednám, és akkor kéne csinálni, menni dolgokat. Csináljuk egy kis questet is, nem? Vagy pedig rámenjünk inkább csak a
Azt a hammert is jó lenne ma megcsinálni. Úristen, milyen izég vannak itt gyerekek. A faszod. Beindultak a zombik, el moré. Mennyi cucc van nálam, annyira nem biztos. Lehet, hogy megcsinálok egy questet, gyerekek. Bocsolta, hogy telefonáltam, csak pont csörgött, azt én meg az előbb nem vettem észre. Mármint így, tudtam, hogy kb. Ilyenkor hív, de mondom, mindenképp akarok felvenni egy részt. Ugye a követ is kellene bányászni, basszus, az is kellene. Úgyhogy kőbányászat is közbe fog menni. Oké? Okay. Szóval sorry, érte. Ez meg van 26%-on van csak ez a bringa, úgyhogy már kell csinálni ilyen... javítókészletet. Mert különben meg fog dögleni. Na, pár követ azt szerek, meg itt van iron is, úgy látom. Még az iron most annyira nem fontos, inkább a kővel. Kővel állunk hadilával. Bár aztán lehet, hogy inkább akkor az alagút fúrás az jobban megérni. Hogy ez jobban adja? Az a felső. Hát lehet, hogy inkább majd alagútat fúrunk. Ugye legyen cobblestone-om, mert különben, hogyha nem lesz, akkor nem fogok tudni javítani, amikor jönnek a zombik. Ez meg nem lesz egy baráti dolog. Ja, valami küldetést csináljunk ma. Basszus, azt hittem nem ad küldetés, aztán közben meg már felvettük el az részbe. Ja. Ki kell ásni, ugye? Ja, nem van ásva, hogy rossz se vegye meg. Egyébként milyen lenne, hogy beszpónolná egy épület alá? Ott is van olyan? Áshatsz ott is? Na. Hello. Hello. Várjál. Még ezt se tudnám megjavítani, basszus, hogyha... Jaj, most meg éhesek vagyunk. Kaját nem is hoztuk? Azért voltam olyan hülye, mi? Jó, nem baj. Mennyivel gyorsabb már most, pedig még csak 21 napon vagyunk, de az ásás ugye. Jaj, de jó. Legalább lesz kléjünk, még több. Szintet léptük megint. Nem is tudom, mire pakoljak. Azt majd írjátok meg szerintetek, hogy mire pakoljak, ugye? Ez a kalapács az ki van maxolva, az erő az ki van maxolva. Egyébként már látok, izét néztem, hogy erre nem elhalt. Hogy itt van ez a kalkulátoratok. Ez csak ilyen betonszal. Aha. Nem tudom mire rakjak. Úgy raknék ám valamire. Gyorsabb a rütsz vele, figyeld! És izére is ad, hammerre is. Tessék! 25%-a gyorsabb ütök már hammerre, már érdemes volt szerintem. Az tök jó. Ennek örülök komolyan. Majd kipróbáljuk. 25% az olyan jó, attack speed növelés. Ez konkrétan 4 ütés helyett 5-5 ütsz érted ugyanabban az időben. Ezt spawnolta a zombikat, jó, most legalább kipróbáljuk. Bazze! Ez hogyan... Mekkorát letörült a nő, bazze! Aha. Gyorsabban is lendíti, konkrétan, hallod? Mármint nem csak az, hogy többször tudsz ütni, hanem tényleg gyorsabb az animációja szerintem. De ez a nő, ez nagyon kemény. Maradjál már, morál. Ez jó. Ez jó, hogy elraktam szerintem. Az a lényeg egyébként zombi hordokkor majd azért legyünk jó lakban, nagyon. Meg nagyon legyünk izolva. Ne legyünk szomjasak, mert ne szenvedjük már annyira. Főleg nagyon rácsesztem, a live sorozat ugye megy. Aztán közelharci fegyverre vagyok ott is gyúrva, csak ott arra a villámlobotra. És képzeljétek el, hogy... Az nagyon szopás, amikor nagyon éhes a karaktered. És
nagyon szomjas, és nem töltődik a staminája, és közel aci fegyverrel vagy. Mert akkor az véged van konkrétan. Azzal nem tudsz mit csinálni, hogyha egyszerűen nem tudsz védekezni, nem tudsz egyet se ütni, ugye, hogyha... Hogyha elfogy a staminád. Jó, hát hol van már? Ugye nem fogok tudni majd kimászni. Ó, befutott, beszpónolt egy... Azt a betyár, gyerekek! Öcsém! Azt a kurva életbe, ezek furtanak ennyire? Na mi van ma? Ez a csávó, ez 1700 XP-t adott már. Úgyhogy az már elég OP volt. És most riktig nem találom meg, baza. Ez ott szerencsém volt, most nincs. Nem hiszed el? Valami legyen be. Legyen meg. Baza, elvileg. Futám a csaj. Passe. Ez Hammer, ez kell, ez kevés lenni. Amennyire OP volt az elején. Annyira nem az most már. Még mindig van? Ó, egy olyan hülyét. Ezt úgy utálom, lassan mind a dög. Haver! Közelebb gyorsabb a gyere. Na figyeljetek, itt van ebbe ugye, ebbe a részbe, és figyeld meg, ott van végre, basszus. Van egy hármas... outfitünk. Szeret, hogy kéne júzolni is. Viszont ez nem jó jel. Gyerekek, mi folyik itt gyöngyösön? Azt a betyár. Fasz! A keze leszakadva meg minden. És bazza mindig besztarolnak. Egy-egy ütést kapok csak, és akkor is besztarol. Ez viszont például nem valami nagyon baráti, nem? Hogy nem kéne annyira besztarolniuk. Mert valamire kell pakolnom, meg kell nézni ezeket a skilleket. Hát bazza összesen kaptam 3 ütést, abból 2 meg lesz, izéje volt. Lesz tanult. Ez így nem vidám. Na jó, mindegy, legalább megcsináltuk a questet, meg. Fölvettem ezt? Ilyen 5-ös izé volt benne, vagy szóval volt benne egy zseb. Úgyhogy ez modi. És hadd rakjam bele ebbe, mert idegesít, hogy nincs benne. Ebbe 2-t is tudnék rakni. Meg elvileg ezért HP bónuszt is adott, láttátok ötöt? Úgyhogy az is jó. Max HP, akkor így barátibb egy kicsit. Még a biciklin is van világítás, vagy pedig ez rajtam van? Ja, ez lehet, hogy a fejlámpám. Azt hittem van világítás a biciklin. Mondjuk el lehet ennyi erővel. Azon gondolkozok, ja, igen. Este live. Hogy legyen-e, vagy ne legyen-e.
Nem akarok túl sok contentet se egy játékból, mert lehet, hogy nem annyira bírjátok egy idő után. Ah, de jó, ez is megvan a quest. És reggel 8 óra van még csak. Live-ban mondtátok, hogy csak is ezt, hogy minél többet tanuljak. Most még egy jobot veszünk, még mindig csak 2-es szintűek vannak. Hú, van ilyen night only, azt tök megcsinálnám. Restore power. Ja, csak most pont nem tudom megcsinálni, mivel izé lesz. Tudod mi lesz? Hú, ezt még megcsináljuk, gyerekek. Na kéne, nem? A biciklibe ki tudok pakolni, hogyha esetleg túl leszünk terve, mondjuk ajánlom, Nuku. Ja, elmennék egyébként craftolni inkább, lehet, hogy az lesz, hogy megyünk craftolni. Vaj, a bicikli, az anyámban van, az van rajtól. Budi! De jó. Lehet, hogy elmegyek craftolni inkább, meg kéne csinálnom azt a következő szintű, vagyis a vasból készült hammert, mert ez eléggé gyenge. De egyébként tök jó, mert kinézetben is változik a karakterünk. Franko. Ja, az jó egyébként, hogy ide kapásból a traderhez költöztem, úgyhogy egy csomó erője van ennek, hogy ez így lett megoldva. Annyi nem annyira jó, hogy nem vagyok nagyon jó ebbe ezekbe a ilyen külső bázisokba. Jobban szeretem, amikor be tudom fúrni magam valahova. Úgy valahogy jobban biztonságban érzem magam, így körülbelül úgy érzem magam, mint a pucéron állnék így a izé közepén. A vészlennek a közepén. Na, akkor meg kéne csinálnunk, ugye a fémeknél van ez, és akkor meg kellene csinálni, le kéne craftolnunk azt a hammert. Mi helyzik? Fa. Nem vágtunk fát, és nincs is drop farm semmi. Lehet, hogy nincs. Nem mondod, basza, nem vágtunk fát. Vagy akkor vigyük már ezeket a dolgokat, ami kell hozzá, azt a menjünk ki. Amúgy is ki kell mennem, úgyhogy teljesen mindegy, várja. Állja meg. Annyi, hogy rakosgassuk ki a dolgokat. Nagyszerű. Jelenleg egy kicsit barátibb. Egyel barátibb. Jó. És akkor ha 25 darab fát kére ütőbozta, akkor meg is vonnánk. Úgy gyerekek, fát azt nem tudom azt, mit kéne csinálnom. Lehet, hogy ültetnem kellene fákat egyébként. És tudom, gondolkozok, mert egyre távolabb kell vennem aztán. Ez nem annyira jó dolog. Nem is kacok. Van 166 fegyőt, el tudok ültetni. Nem tudom, hogy ezen a wastelanden, vagy ezen a kiégett erdőben tudok-e ültetni fát. Remélem nem kell elmennem bele nagyon messze. A kaja. Miért nem viszek magammal? Ez az inventory management lés is. Ja, kaja, az hol volt a kaja? Itt. Ja. Ennyi csak elég lesz egy darabig. Menjünk fát vágni. Meg mi kellene nekem? Kő kellene nekem. Éjszakára, de mondjuk még éjszaka később van. Jó, fú, basszus. Ja, ez komolyan mondom, ez egy kész rémálom ilyen rohanás szempontból ez a játék. Meg igazából, hogyha vannak ilyen rohadt nagy terveid, mint nekem, akkor azokat megvalósítani, azért gratulálok, hám? Sok sikert hozzá, inkább úgy mondom. Iszunk egyet. Az a nagyhegy ott, az lehet, hogy jó lett volna letelepedni, mi? Ezt a nagyhegyet egyébként meg kéne nézni. Komolyan mondom, hogy el is költöznék. Mert érzem, hogy ez hosszú távon, ez nem lesz jó. Mármint a hosszú távon, mit tudom én, egy ilyen
A századik napon vagy a századakárhányadikon nem biztos, hogy mennyire jó lesz ez. Na, meg kell próbálni ültetni fát. Ide most egyelőre nagyon nem a... Tudok ültetni? Jaj, ez nagyon jó lesz. Super. Bocs, hogy itt szemciliz, csinálj ezt a hangot, csak nyomom folyamatosan. 145 fa izőm van. Ilyen tobozom vagy mi a fene. Itt azt kell csinálni majd, hogy amikor megnőnek, ide jössz, az összeset kidarálod a francba. Nem? Szóval lesz egy fa, lesz annyi fád, mint az őrület. Egyébként ezeket a levegőbe raktam, kavajar. Kíváncsi leszek arra, mi lesz. Csomót a levegőbe raktam. Meggondolom, hogy ha el tudtam ültetni, akkor meg is fog nőni. Jó, van egyelőre egy elég van. Elég lesz. Elég van? Na, kell egy néhány fa. Egy darab fát meg ott hagytam, lol. Különálló szerencsétlen fa. Na közben csináljuk meg ezt a mert már nagyon érdekel. Amikor az ötöset megtanulod, hogy az ötöset tudod csinálni, akkor külön meg kell utána tanulni a hatosod, vagy hogyha az ötös meg van tanulva, és van legendary parcod, akkor meg tudod csinálni egyből a hatosat? Akkor az egy elég epic lehet. Na kíváncsi vagyok, mennyi lesz a különbség a kettő weapon között. A weapon? 5 percig csinálja, jó, addig vágunk fát. Ekkora hóbelebban bázis kellett nekem egyedül csinálni. Hülye gyerek. Ha lépcsős lenne az oldala, szerintem sokkal jobb lenne. Úgyhogy lehet, hogy ki fogjuk csapni azt a részt, ahol fa, és ezt kipótoljuk idejével, lépcsőssel. Ez egyébként ezt tök megcsinálnám. Jaj, de nincs elég alapanyagom. Mert akkor ugye tényleg úgy kéne feljönniük, hogy amikor lebucskáznak, akkor utána úgy tudnak csak felugrálni. És ott szerencsétlenkedve, amikor felugrálnak, az nagyon sok ideig tart. Hány szintűek vagyunk egyébként már? 33 szintűek vagyunk, Jézus Mária! Ez brutál. Szerintem az képest, hogy a 21. nap és 33-as szint, szerintem egyáltalán nem rossz. Viszont az izéből kezdünk kifogyni majd szerintem a kajából. Az animal trackingre lehet, hogy kéne egyet raknom. Azt mondtátok, hogy az tök jó lenne. Ez merre lehet? Itt van. És akkor ezzel elvileg, hogyha legugolok, a közelbe lévő állatokat látom. Hát akkor nincs közelbe lévő állat, gondolom. Ja, ez ki is írja, baze? De durva, ki írta? Nem látok semmilyen nyomot a közelbe. Baze? Ott van ugye számol vissza, hogy 3-2-1, amíg felderíti őket. Hát ez tök jó. Ez kösz, ez jó ötlet. Kösz a tippet. Mert amíg nem kezdek el termelni kaját, kertészkedni, addig madásztom kellene. Kezdek kifogyni a kajámmal.
Na, meg elkészült már az izom? Még mindig 1 óra, vagy 1 perc 48 másodperc. Ez jó sok. Jenny, így kivágok az, kivágom az összes fát. Átlátok hozzá. Át tudok integetni. Látom, amikor kirakja az ablakba a gyertyát, hogy mikor mehetek. Egy szaka. Jó, hát ezeket tényleg ki is vágom eddig. Azt észrevettétek, hogy néha így kiveszi a zombikat a játék? De így, hogy 100%-ra? Hogy így konkrétan így eltűnnek. És van egy ilyen algoritmus szerintem, ami így folyamatosan változtatja, hogy épp mennyi zombi, meg milyen van. És van olyan, amikor így nulla. Konkrétan nem is találsz. Ezt kiütöm már, ha itt vagyunk. Na még 47 másodperc, a szuper jó vaporünk lesz, és ki is próbálom, hogy milyen. Weapon? Mert mondtatok, hogy nem weapon, weapon. Valaki mondta, hogy nagyon idegesítő, hogy azt mondom, hogy vép van. Ott egy zombi, na, azon kipróbáljuk a fején majd. Bár az pont nem bír sokat, az ilyen 400 XP-s zombi lesz. Hát ja, nem sok izét hagytunk, gyerekek. Nem sok fát. Legyen már meg 4 másodperc. Na, kíváncsi vagyok a statjaira. Hogy mennyi változik. Power attack 82, power attack 51. Basszus, ez nagyon durva különbség. Ja, és ráviszed, akkor mutatja, hogy a sima attack is 15-tel nagyobb, a power az meg 33-mal. Viszont a stamina kosztja zero sok. Meg az attack per perc, az is kevesebb. Tehát az attack speedje ennek jobb. 55 percenként ez meg. Érdekes, ez is 50. Ne. Attack per perc az 50, és ennek is 50 van írva, és ezt így, hogy minusz 16. Ezt nem tudom megérteni. Max durability is jobb. Ja. A sneak damage-et nem ad a kalapács. Aha. És már ezt is értjük. Na várj, ezt kiszedjük a módot. Bár ez a égő cucc, ez nem biztos, hogy a legjobb. Jó. Jól van, az attack per perc, 34 annak. Aha, ennek 34, tehát az gyorsabban üt az el. Oké, hogy ez nagyobbat üt, viszont ez meg gyorsabban üt. Ez egy ilyen vaskalapács konkrétan. Igaz, ilyen kurva lassan üt egyébként. Még amikor így lendíti, az is ilyen lassú nagyon. Meg jó nagy a izéje, jó nagy a stamina kosztja. Úgyhogy nem a biztos, hogy annyira nagyon jó nekünk ez, megmondom őszintén, nem? Mit gondoltok? Nem tudom, nem vagyok bele kibékülve. Rohadt nagy stamina kosztja van. Ugye bemegyek valahova azt, hogy szétcsapom itt a népet. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire vagyok hatékony bele. Tényleg az, hogy sok staminát teszik meg, nagyon lassú. A gyere, gizik, kipróbáljuk rajtad. Mondjuk ezt vállal ütöttem. Aha, ezt nagyon vertük. Hehehej! Csiki Mikkel Abiko! Egyiken nincsen egy cipő, a másikon van. Szerencsétlen. Valaki höhörög. Ja, de mondjuk ez egy 400 XP zombi volt, ez nem egy nagy eresztés volt. Nem rossz ez, gyerekek, nem rossz. Ki vagyok vele békülve. Ja, mikori naptár
2034-es. Akkor 2034-ben volt konkrétan a világégés. Gondolom utána nem nagyon adtak ki raktárat. Annak lenne úgy értelme, nem? Mindjárt bemézzünk még ide is. Á, ne! Megint a szöges drót volt. Ú, mennyi jó csaj. Gyerekek, a csajszit meghagyjuk. Nem? Lír. Jó, hát egy hitelünk mindent is, az biztos. Majdnem mindent. Újabb lehet ilyet? Ezt nem is tudtam, hogy lehet kötéle bászni. Halál komolyan nem tudtam. Ez tök, ez megint újdonság nekem. Madár! Azért anyu, azért megcsitálta a csehet, mi? Fú, azért miket rável? Csávora. Visszamennyi! Kutyába jobb. Teszteljük a vépön. Weapont! Nem vépön. Maradjál ma more! Hát nem tudok egyszerre figyelni minden felé. Mi a fasz volt ez, bazd? Te édes Isten! Csak bírom, amikor nem lehet hozzáférni. Bazd, ez felrobbant, öcsém! Te Jézus Isten! Szép volt, hallod? Ekkor hülyét minden. Rendőr zombi mellett ott áldogálok, azt azért felrobbant. Nagyon cool volt. Ó, Jézus Máriám! Mi a fasz? Hát még a végén megdöglök, gyerekek. Ó, baze! Radioaktívok vagyunk! Na, ezt most akkor körülött így izékor. Jó, menjünk a picsába. Úúú, te! Ne tárazd, baze, ne tárazd! Anyád. Kurva életbe, gyerekek. Rohadt életbe. Rohadt életbe. Mint hogy valami kutya hangot hallanék, komolyan olyan hang van. Megnézzük a mi jó erre a rádióaktivitásra, vagy rádióaktív fertőzésre, vagy sugár fertőzésre. Mert ez nem hiányzott. Antibiotikumok. És ez hogy néz ki, bazza? Menjünk haza, basszus, mert ez nem volt jó üzlet. Kutya! Nem tetszik ez a kalapács! Komolyan mondom, hogy ilyen hót lassan üt. Nem jó ez a kalapács, hadd lassan üt nagyon, a másik az jobb. Jobb, gyorsabb, az a, nagyobb az attack speedje. Ó, viszont van még egy zsebem, az már jó. Oh. Jó, már ezért megérte ide jönni, tényleg, komolyan. Elő majd megérte, hogy van még egy slotom. Ija. Bazze, nem tudom, valahogy ez nekem nem adja. Olyan epic lassan ült. Most mindjárt megmutatom a kettőt összehasonlítva. Lehet, hogy azt mondjátok, hülye vagyok. De mindjárt megmutatom.
Hogy ez? Figyeld. Bum, bum, bum. Nem fogy a izé, stamina. Nézd meg a staminát. Bum, bum, bum. Stamina. Mindig 100 fölött. Bum. Folyamatosan ütök. 100 fölött a stamina. Látod? Jó, belevetünk ebbe is. Kurva ez. Trotkötő. Ja, ezzel is folyamatosan tudsz ütni. 100 fölött a stamina. A másik. Így. Ilyen lassan. És a stamina? Oda ne. Bír, mindjárt is fogy. És így lehet, hogy az nagyobb becsőbe ez, viszont ez rohadt gyorsan üt. Úgyhogy ezzel vagyunk kivékülve megint csak. Rohadt életbe, hogy mit püveltem már megint magam a gyerekek. Megetettük a sebünket. Viszont az a, igen, antibiotikumra lenne szükségem. Remélem, hogy van. Az azt hiszem, hogy ilyen kék bogyó. Tehát ilyen kapszula, csak nem. Nem a zöld, mert az a vitamin, hanem a kék. Hát remélem, hogy van. Jó, megyünk haza, gyerekek. Hát ezzel kihúztuk a gyufát. Nem vagyok kibékülve. Elkötöttünk rengeteg alapanyagot, 50 darab vasat erre a szar kalapácsra. És ez a kőkalapács az jobb. Lehet, hogyha kicsit később mondjuk több staminával rendelkezünk, akkor jó lehet, akkor tudok vele folyamatosan ütni például. De egyébként a sebessége az nekem nagyon nem tetszik. Jó, biztos az a hátránya, hogy ilyen rohadt nagyot üt. Mármint az, hogy a sebessége meg kicsi, de hát ez meg így, nem tudom, valahogy nem adja. Na, fogadj, gondoltam, bazza, nincsen. Vitamin van, antibiotikum nincsen. Antibiotikum az ilyen, csak, de biztos, hogy van Jenny-nél, úgyhogy Jennyhez rohanás van. Nem tudom, mennyit visz le egy. Menjünk ma. Pénzünk az maradt? 1100, hát remélem, hogy ki fog jönni, bazd meg. Hát ilyen hülyét, hogy lehet minden. Ugye a vitamin, ilyen azt hiszem, az csak kék. Más nem viszi le? Nem. Csak ő. Antibiotikum. E. Ja, Jennyhez átfutunk. Jó, már itt van a szomszédben, szóval no problemo. Biciklibe menjünk? Menjünk biciklibe. Ha már egyszer van. Jenny, adja gyógyszert! Át kell volna telefonálni Jennynek, szomszédnak, hogy adjon gyógyszert. Trader Jen. Ja, erre vissza fogunk állni. Ez ilyen tök gyorsan őt. Inventory baby. Na, ott szoktott lenni orvosság. És pont bazd meg, az nincs jelen arra. Aztán már álljon meg. Most mi az agyámat csinálok? Miből kell csinálni antibiotikumot? Tudok-e csinálni? Nem tudok csinálni. Úgyhogy akkor... Már herbal antibiotikum. Az nem jó az szerintem. Ugye? Antibiotikumot írt, nem herbal antibiotikum és antibiotikum volt. A méz az nem viszi le? Nem az nem. Még az herbal antibiotikumot megnézem ott, hol teljesen mindegy, amúgy is hozzá akarok menni már. Kicsit sok volt ez, lehet, hogy építkezés lesz. Azokat a blokkokat kicserélhetném Cobblestone-ra, de azt még megy előre, most nem fogom tudni sajnos. Na. Herbal antibiotikumot nem ír, csak antibiotikumot, úgyhogy az valószínűleg nem lesz jó. Hát ja, ez egy... nem volt a legjobb. Így. Nem vagyok vidám, nem vagyok kibékülve dolgokkal. Francnak kellett meg... De hülye vagyok, ez nem sugárfertőzés. Hát bazd, miért gondoltam én azt? Hát ez van a mézem. Bazd, miért gondoltam én sugárnak? Nincs is olyan lehet.
Az én hülye vagyok, komolyan mondom, én nem tudom miért. Miért gondoltam én azt? Ja, mert azért, mert lehet, hogy ugye az effektje zöld volt, de hülye volt a képen. Jaj, lecseszés! Indul a lecseszés. Na jó, van, el is búcsúzom, gyerekek, mert rohadt hosszú ez a gameplay, 14-16 van. A következő részbe belefoglaltatik, még akkor a zombi horda is mindenképpen jó. Úgy fogjuk időzíteni, hogy 10 óráig meg a zombi horda. De sziasztok, köszönöm a figyelmet, és bocs, passzus, hogy nem vettem észre. Nem is néztem az ikonját, megmondom őszintén. Hanem ilyen zöld volt, na mondom, ez biztos nem a fertőzés, hanem ez valami más. Úgyhogy ja, jó rácsesztünk. Az volt. Csak!